idén 300 esztendős, a korabeli feljegyzések alapján tudjuk ezt, bizony, biztosan tudjuk, hogy 300 esztendős a volt Kossuth Kultúrház épülete, de az épületnek a sorsa az nagyon, nagyon hát balul sült el, vagy élte ideig életét az épület, és ez látszik is rajta. Parlástól a pincéig bejártuk Koncz Zoltán lelkész úrral, aki kerepesi református egyházközség új lelkésze, és volt olyan kedves, hogy meginvitált egy látogatásra. Lehangoló, szétverve az egész épület, terepednek a falak, hullik a gipsztukkó, a mai napig mindenki mulasztást követett el, azért síralmas az állapot az épületnek. Viszont 300 esztendős, a legrégebbi a környéken, tisztartó háznak épült, a provizor rakott benne, ugye a gondnok az egyháznak, méghozzá a Nagyváradi káptalan építette még ezt, mert akkor ugye Nagyvárad Magyarország volt, viszont a református egyházközségnek a tulajdonát képezi, és az utolsó tulajdonos a Boros György vállalkozó, a kistarsai református közösségnek adta ajándékba, de közben kerepesen nagyon erős lett a hál' Istennek. Erdélyi testvéreink betelepülésével elsősorban a reformátusság, hogy most már mégiscsak kerepesi református egyházközségé lett a régi kultúrházunk. Mint önkormányzat az épület megmentése érdekében szeretnénk együttműködni a kerepesi református lelkészszel, illetve prezsidériummal, és szeretnék megmenteni ezt a csodálatos, egyébként csodálatos épületet. Idén február 1-ével kinevezést nyertem a kerepesi református missziói egyházközség élére. Október 1-től már itt helyettesítettem. Amúgy én 1998 óta szolgálok. Budapest, aztán az Északpesti Református Egyházmegye két esperesénél is, és az egyházmegyébe számtalan helyen helyettesítettem. Így kerültem Kerepesre is, mint helyettes, és a gyülekezettel elmondhatom, hogy egymással találtunk, és Isten akaratát megláttuk abban, hogy mármint önálló szolgálati helyként Kerepesen folytassam tovább Krisztus országának és ügyének munkáját. Szeretnénk itt Kerepesen egy erős, dinamikusan fejlődő református közösséget létrehozni, és eme céljaink kapcsán szeretnénk köszönetünket kifejezni Boros György vállalkozónak, hogy egy csodálatos ingatlant kaptunk tőle ajándékba, a volt tisztartóház, később kultúrház itt Kerepesen, és Boros György vállalkozó jelentős összeget is adott az épülethez, szívén viselve annak az épületnek a sorsát, hogy ami egyébként piciny egyházközségünk el tudjon indulni a ma épület rendbetétele útján, de annak az épületnek a jövője, ami erőnket, anyagi forrásainkat jelentősen meghaladja, és szeretnénk, hogy a településsel közösen, a település javára tudnánk tovább lépni, mint egy református gyülekezeti központ, és mint egy olyan épület, ami a település kulturális fejlődésében nagy szerepet játszhat. Ezügyben polgármester úrral közösen megszemléltük az épületet, és a jövő tervezésében, mint a gyülekezet, mint az önkormányzat. És reménység szerint várjuk Boros György úr egészségű felépülését, hogy ővel együtt, így közösen, hárman, mint a gyülekezet, polgármester úr, Boros György úr, tudjunk tovább lépni és gazdagítani településünket és egyben az Isten ügyét. És szeretnénk még segítségét kérni minden jó szándékú kerepesi, de akár nem kerepesi, reformátusnak, más vallásúnak a település fejlődésében együtt gondolkodónak a segítségét, hogy közösen, közös erővel tegyük rendbe, tegyük szétté ezt az épületet, hogy mindannyiunk gazdagítására szolgálhassék.